A Magyar Mozgókép Fesztivál díjait Balatonfüreden adták át az Anna Grand Hotel báltermében. Az elegáns eseményen 20 elismerést vehettek át a filmesek. A színészek között találkoztunk Stork Natasával, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című több nemzetközi díjat elért film főszereplőjével is. Stork Natasa színészi játéka nem a nagy gesztusokról híres. Úgy szeretek kijönni a fodrásztól, például, hogyha nem látszik, hogy egy nagyon nagy frizurát csinált, vagy szóval én nagyon szeretem ezeket az apró nüanszokat, és mindig arra törekedtem a saját munkámban is, hogyha lehet, akkor ezeket használjam. És hál' Istennek Horváth Lili a rendező erre nem, hogy nyitott volt, de kimondottan érdekelte, hogy ennek a karakternek a kapcsán ez a megoldás, úgyhogy nagyon egymásra találtunk. A színésznő tavaly egy csapásra lett sikeres, és hogy mennyire fontos neki ez a siker? Nagyon fontos, annál is inkább, mert hogy mindez a Covid kellős közepén történt, úgyhogy néha tényleg ez tartotta bennem a lelket. És egyébként szakmailag pedig szintén nagyon nagy dolog. Én azóta leforgattam egy másik nagy játékfilmet, ahol egy kettős főszerepet játszom Szilágyi Fanni filmjében, úgyhogy alig várom annak a bemutatóját is. És hogy mi a legnehezebb egy színésznőnek? Azt gondolom, hogy a legnehezebb egy színésznek az mindig azokat a kudarcokat kezelni, amikor elmegyünk castingra, és akkor nem választanak minket ki, mert ugye a nézők azt látják, amikor siker van, és amikor már ott vagyunk, de azért a legnehezebb általában ez a bizonytalan időszak. Mi okozhat önnek még kihívást? A következő szerepem. Ez erre a legjobb válasz, mert mindig vannak szerepek, meglepetések. Most is ugye szerepelek egy RTL sorozatban, amiről elsőre nem voltam annyira meggyőződve, hogy mennyire lesz izgalmas, mert hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen kétdimenziós, egyszerű, klisé rossz fiúnak tűnt, aztán lett belőle mégiscsak egy nagyon izgalmas karakter, és több évadon keresztül remélhetőleg látni fogjuk. Aztán persze mindig vannak szerepek, ami kihívást jelentenek. A Tortura című színdarab az például minden egyes nap, amikor játszom, kihívást jelent, mert egy olyan előadás, ami tényleg önmagában egy lelki tortúra nekem is, meg a partneremnek is, Balázs Andreának. Úgyhogy kihívásokból nincsen hiány, és hát persze soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy újabb felkérés, egy érdekes, izgalmas szerep. Nem kívánja meg újra a filmrendezést, tehát a kamera mögé, hogy a kamera mögé álljon? Dehogy nem, azért vagyok itt többek közt, hogy mutassam magam, most pályázok, vagy fogok pályázni több projekttel, és de hát természetesen remélem, hogy hamarosan újra rendezni tudok. Sok filmtervem van, igen, nagyon sok műfaj. Annyit tudok elmondani, hogy Argo 3 például nem szerepel a filmtervek közt, sőt a műfaj sem annyira. Tehát az akció, vígjátékos, véres, trágár, erőszakosat azt most egy picit hanyagolnám, mert nagyon sok más műfaj van is van, amiben úgy gondolom, hogy meg tudnám magam mutatni, és ki tudja, talán még értékesebb film is lesz egy másik műfajban, mint ebben, amit eddig csináltam. A díjkiosztó előtti nap adták át az életműdíjakat szintén Balatonfüreden. A Magyar Filmakadémia Egyesület döntése alapján életműdíjat kapott Bereményi Géza, aki betegség miatt nem lehetett jelen, Mécs Károly, akinek Rádúj György, a Nemzeti Filmarchívum vezetője adta át a díjat. Engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak mindazokról, akiket én tulajdonképpen képviselek. Ez már régi fixa ideám, hogy azok a művészek, akikkel valaha együtt volt szerencsém dolgozhatni, azok tulajdonképpen ezt a kitüntetést ugyanúgy megérdemlik, és bennem kapják meg. Tehát legyen ez az én nemzedékemnek a díja, kitüntetése, és a közönség és a szakma szeretete. Nagyon köszönöm neki. Mór Marianna 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Azon színészek egyike, akit egy egész ország ismer és szeret. Virágcsokrot premierekre. Ismeretlentől is volt, hogy kaptunk kollégák, de inkább egymást ajándékoztuk meg csokrokkal, meg hát a család. Már nem volt olyan nagy divat ez az ünneplés. Mit szólna ahhoz, hogyha most megkeresnék egy nagyon komoly filmszereppel? Ha passzol a jelenlegi lényemhez, és érdekes az a szerep, van mit eljátszani benne, szükség van arra, amit én tudok, akkor örülök. De az, hogy csak jelen legyek egy-két napig egy filmben, ez már nem frappíroz. Tordai Teri lányával, Horváth Lilivel érkezett, hogy átvegye az életműdíjat. Nagy szeretet veszi, most is körül, mondja.
Nagyon sokféle karaktert játszottam már. A legnagyobb meglepetés volt a múlt évben, amikor Deák Kristóf, az Oscar-díjas fiatal rendező megkeresett az Unokázós filmben. Holnap lesz az utolsó forgatási nap, és jól esett, hogy egy tehetséges fiatal rendező már az idős Tordai Terire is gondol. Ez egy ajándék. Néha el szoktam mondani, hogy a mosolyomat szeretném megőrizni, tudod? És azt hiszem, hogy ha sokat velem van valaki, akkor óhatatlanul mosolyog és pozitíve gondol erre a világra. Tudod, mert ez egy kicsit hozzátartozik ahhoz, hogyha a közönség lát minket drámába, mindenféle szerepbe, de az, hogy a közönségnek szól a mosoly, hogy köszönöm, hogy rám figyeltek, hogy én ezt a díjat például többek közt annak is a nagyszerű rendezőknek köszönhetem, akikkel együtt dolgoztam, Szabó István, Makkároly, Várkonyi Zoltán, Révész György, Mihály Fímre, ők, akik vezettek engem filmes körökben és a filmekben, de a közönség is, aki megnézte azokat a filmeket, és ezért a mosolyom nekik is szól. Idén a legjobb játékfilm Krasznahorkai Balázs Hasadék című filmje lett. A legjobb rendeződíjat Dombrovszki Linda nyerte el Pilátus című filmjéért. A legjobb női főszereplő Hámori Ildikó, a legjobb férfi főszereplő pedig Gáspár Tibor lett. A közönség pedig jövőre is találkozhat itt a Balaton partján a magyar sztárokkal, hiszen ahogy hallottuk, a Mozgókép Fesztivál díjkiosztóját jövőre is Balatonfüreden tartják majd.